Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, channeling a Bibliából. Elmondom röviden, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, és annak idején, amikor olyan szomorú voltam, a Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. Ezért még mindig hálás vagyok. Annak idején jött olyan hirtelen egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc úgy kimozdul, mint egy inga. És mindig, amíg változott a mozgás a betűk felett, láttam, hogy vannak bizonyos szavak vagy mondatok, és ennek volt értelme. Tehát így jutottam el ehhez a forráshoz. Egy időben voltak bizonyos gondolatok, és ez jött még hozzá, amikor tudtam, hogy ez nem az én ötletem, hanem ezt megkapom felülről. Természetesen megvan a lehetőség arra is, hogy kérj egy személyes üzenetet a Bibliából, mint egy ilyen energiai egyensúly, ez 4000 forint. Az, hogy mi jön, milyen téma, ezt én nem tudom, hiszen nem tudom ezt befolyásolni, csak közölni veletek. És kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Hamarosan lesz nálad egy új kezdet. A kulcs az a te kezedben van, hiszen te hozol majd döntéseket. Lesz majd egy fontos találkozás, és ez a személy segíteni fog neked. Van valaki a családban, vagy a környezetedben, aki nem nyitott veled szemben. De hamarosan fontos és okos döntéseket fogsz hozni. Ha indítasz a közeljövőben valamit, az gyümölcsözni fog. Jelenleg vannak még akadályok az élet utadon, tehát a napokban próbáld meg ezt lezárni, engedj el valamit, ezek lehetnek bizonyos helyzetek vagy kapcsolatok.
lesz nyeremény, javulni fog az anyagi helyzeted. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!